A hírmozaikot látják, köszöntöm Önöket. Először jöjjenek legfontosabb híreink röviden. Kémia, nyári tábort szervezett a Vegyészeti Múzeum. Szépkorú, május 27-én töltötte be 90. életévét Berta Károlyné. Virággal egy mosolyért, Párpalota is csatlakozott a Nemzetközi Virágcsokorkereső kampányhoz. Évtizedek a tanításban, kollégák és diákok köszöntötték a tanárnőt. Városháza. November 1-től dr. Merényi Adrián látja el a Várpalotai egyes számú házi gyermekorvosi körzet házi orvosi feladatait, illetve megérkezett Várpalotára az a mintegy 1 milliárd 600 millió forint is, ami egy jelentős része annak a korábban a város fejlesztésére elnyert összegnek, melyből számos beruházás valósul meg hamarosan. Az elmúlt hétfőn kezdődött és pénteken ért véget a nyári vegyészeti tábor. A Túrivárban található Vegyészeti Múzeum idei szaktáborán 18 a kémia és fizika iránt érdeklődő fiatal vett részt. Az egyhetes program keretében a fiatalok ellátogattak a környék több vegyipari üzemébe, illetve a Pannon Egyetemre is. A tudományos ismeretszerzésen túl balatoni kikapcsolódásra is lehetőségük nyílt az ifjú alkimistáknak. A Vegyészeti Múzeum 17. éve rendezi meg nyári táborát. A közel egy hétig tartó vegyészeti táborba ezúttal 18 fiatal jelentkezett. A rendezvény megnyitóján a tábor vezetője Vargáné Nyári Katalin múzeumigazgató ismertette meg a gyerekekkel a programokat. Június végét és július elejét szoktuk megcélozni a tábor időpontjának, mert úgy gondoljuk, hogy ez még az iskola után van közvetlenül, tehát akik szaktáborba kívánnak jönni, úgy gondoltuk, talán még könnyebben megszólíthatok. Tehát az idei tábornak az időpontja június 26-ától július 1-ig tart. Úgy tűnik az évekre visszatekintve, hogy ez egy sikeres program. Miért fontos nekünk ez? Azért, mert hiszünk abban, hogy a mai fiatalokban nem csak a populárisabb meggyilvánulások iránt van igény, azokra a művészetekre van igény, hanem azokra a hétköznapi dolgokra, mint például a tudomány. Egy gyógyszergyár és a Veszprém megyei rendőrfőkapitányságon tett látogatáson kívül a tábor programjai között szerepel egy élelmiszerkémiai előadás is, melyhez kapcsolódóan a gyerekek megtekintetik a székesfehérvári kenyérgyárban zajló gyártási folyamatokat. A tudományos ismeretterjesztésen túl aktív kikapcsolódásra is lehetőségük nyílt az ifjú alkimistáknak. Vannak úgynevezett standard programjaink, amik változatlanok, és ezek talán közül a legkiemelkedőbbek az egyik nap, amikor üzemlátogatáson vannak, a környékbeli, tehát a pétfürdői két legnagyobb vegyipari vállalat, a Nitrogénművek és a Hansmann az, aki fogadja a gyerekeinket, és tartalmas, izgalmas programmal, kísérletekkel, gyerekekre szabott programmal várják őket. A Veszprémi Egyetem is fontos támogatónk, és ott is minden évben van program lehetőség a szervetlen kémiai tanszéken, illetve a környezetmérnöki tanszéken. Szabadidős program is van természetesen, hiszen kisgyerekekről van szó, de ez egy szaktábor, tehát ezért maximálisan ki van töltve a gyerekek ideje. Nyilván két program között, mivel hogy a szállások Balatonfüstfön van a Veronika Panzonióban, így jó idő esetén Balatonra tudnak menni, illetve hát az egyik napon például, amikor Pétre megyünk, akkor a Péti Hansmann vállalatnak a sporttelepén záródik a nap, ahol tekézni, vagy hát egyéb sportokat tudnak őzni a gyerekek. Ez a múzeum a Várpalotai régi várban kapott helyet 1969-ben. A tábor első napján Próder István vezetésével az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumával ismerkedhettek meg a fiatalok. A tábor szervezőinek nem titkolt szándéka az egyre szélesebb körben terjedő vegyipar szakember utánpótlásának biztosítása. Egyre inkább problémát jelent az iparnak, illetve annak a tudománynak, ami ezzel a területtel foglalkozik, az utánpótlás nevelése. Így tulajdonképpen a táborunknak egy ilyen pályaorientációs célt is elé tűztünk. Az Országos Vegyészeti Múzeum nyári táborát 17. alkalommal rendezte meg Várpalotán. A város több pontján is egy-egy virágcsokorral elhettek múlt szerdán a szerencsések. A virágot térítésmentesen elvihették, csupán egy visszajelzést kellett róla küldeni a legnagyobb közösségi portálra. Az akció a Virággal egy mosolyért nemzetközi kampány keretében zajlott, melyhez Várpalota 3 évvel ezelőtt csatlakozott. Az Orchidea virágüzlet idén 30 csokor virággal készült, ebből 2 csokrot virtuálisan lehetett megtalálni. Ne lepődj meg, ha árválkodó virágcsokrot találsz. A tiéd.
Ez volt a mottója a Magyarországon immár harmadik alkalommal megrendezett Virággal egy mosolyért kampánynak. Június 28-án mosolyra és befogadásra váró virágcsokrok lepték el az országot. A közterekre, parkokba kihelyezett virágcsokrokat a szerencsés megtaláló ingyen vihette haza. Nagyon örülök neki, hogy megtaláltátok. A Facebookra szeretnék majd kérni egy mosolygos képet. Jó? Köszönöm szépen. A kezdeményezésben résztvevő virágkötők kérése csak annyi volt, hogy az örömet osszák meg másokkal is. Ehhez annyit kellett tenni, hogy a megtalált virágokról készült fotókat elküldték a kísérőkártyán szereplő elérhetőségek valamelyikére. A visszaérkező fotóval így a mosoly visszajutott ahhoz, aki örömmel, szakértelemmel és lelkesedéssel készítette azokat. A Virággal egy mosolyért kampány 3 évvel ezelőtt indult Magyarországon. Egy Írországban élő magyar virágkötő beszélt erről az eseményről. Ez egy nemzetközi kampány tulajdonképpen. A Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban népszerű nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott az Orchidea virágüzlet tulajdonosa Simon Andrea is. 30 csokrot készítettünk az idei évben. Nagyjából 2-3 óránként kerülnek ki a csokrok. A második kör nemrég került ki, illetve folyamatosan egész 6 óráig, 7 óráig visszük ki a csokrokat. És közben elindítottunk online is egy virágkeresést, hogy tényleg azoknak is legyen lehetőségük játszani egy kicsit, akik egyébként munkahelyhez vannak kötve, és nem tudnak a városba sétálni. Én képzeletbe kigondoltam egy utcát Várpalotán, majd meg kellett tippelni az utcát, majd aki megtippelte, utána kiírtuk a helyes utcát, és utána meg kellett tippelni a házszámot. És aki sikeresen megtippelte, ő jöhet a csokorért délután. A Várpalotán kihelyezett összes árva csokor gazdára talált a nap folyamán, és mintegy 25 visszajelzés is érkezett az Orchidea virágbolt közösségi oldalára. Kiderült, hogy volt olyan, akinek kétszer is kedvezett a szerencse a nap folyamán. Szabad a kedves nevét? Ványi Kata. Számított rá, vagy egy véletlen volt? Véletlen volt. Csak úgy véletlen erre sétált? Igen. És örül neki? Igen, nagyon szép. Ez egy fantasztikus dolog, én úgy gondolom. Én nagyon élvezem a nap minden percét, tehát nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó. Nem tudom, tehát én nagyon szívesen csináltam tényleg, már tavaly is, tavaly előtt is. Az idei évre is nagyon készültünk, azért is készült 30 csokor az idén. Simon Andrea szerint virágot adni bármikor lehet, és bármikor jó kapni. A kampány elsődleges célja is ez volt, mint ajándékot újra népszerűvé tenni a virágokat. Május 27-én töltötte be 90. életévét Berta Károlyné. Ebből az alkalomból köszöntötte Juli nénit múlt hétfőn otthonában Campanári Talabér Márta a polgármester és dr. Ignác Anita Éva jegyző. Az ünnepet családja körében fogadta a vendégeket. Virágcsokorral, valamint Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklappal köszönti Campanári Talabér Márta a polgármester és dr. Ignác Anita Éva jegyző Berta Károlynét 90. születésnapján. Szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Én pedig akkor a virágot adnám át, és minden jót kívánok a születésnapja alkalmából. Jó egészséget kívánok a város nevébe. A jókedélyi ünnepelt örömmel fogadta a vendégeket otthonában. A látogatás alkalmával szívesen mesélt életéről, családjáról. Juli néni 1955-ben költöztek Várpalotára, mikor a férje a bányában kapott állást. Ő maga sokáig nem dolgozott, mert 4 gyermeke nevelése mellett testvéreinek is segített. Mikor 3 lánya és a fia felnőttek, a bánya lámpakamrájában kezdett el 3 műszakban dolgozni. 3 műszakban dolgoztam, de ott is 55 éves koromban mentem aztán el nyugdíjba, de ott is 20 évet dolgoztam a bányánál. Berta Károlyné 11 unokával és 9 dédunokával büszkélkedhet. Özvegyé válása óta legidősebb lányával és családjával él. Juli néninek nagy és igazán összetartó családja van. 90. születésnapját, ahogy mondja, szűk családi körben ünnepelték, azonban még így is csak nem 50-en voltak együtt a jeles napon. Rátették a sapkáját.
Juli néninek a közelmúltban volt egy szomnyak törése, így kicsit nehezebben mozog, azonban optimizmusának, humorának és akaraterejének köszönhetően gyorsan felépült a balesetből. Manapság napjai nagy részét rejtvényfejtéssel tölti. Boldog születésnapot kívánok! Isten éltesse sokáig, jó egészséget kívánok! Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték kollégái, diákjai és barátai Musics Istvánnét, a Bánaladár Általános Iskola felsős intézmény vezető helyettesét. Ahogy tanítványai szólították, Kati néni először könyvtáros szeretett volna lenni. Főiskolai tanára javaslatára döntött a tanítás mellett. Gyakorlati idejét a Bánaladár Általános Iskolában kezdte, ahonnan több mint 40 év után idén nyáron vonult nyugdíjba. Tanítványai mindig Kati néninek szólították, először könyvtáros szeretett volna lenni. Főiskolai tanára javaslatára döntött a tanítás mellett. Gyakorlati idejét a jelenlegi Bánaladár Általános Iskolában kezdte. Több mint 4 évtized után most az intézményből ment nyugdíjba. Imádom a gyerekeket, főleg a kamaszokat, akiktől a kollégáim egy kicsit mindig cidriznek. Mindig kihívásnak tekintettem, hogyha be tudtam őket törni, mint a lovacskákat, vagy valami olyannal tudtam közel férkőzni a szívükhöz, amivel munkára tudtam őket bírni. Nagyon szeretem a kollégáimat, bár nem vagyok simulékony természetű. Dr. Juhász Attiláné, a Bánaladár Általános Iskola igazgatója beszédében kiemelte, közel áll a szívünkhöz valaki, ha van közös múlt és közös élmények. Összekötik őket az emlékek, sikerek, örömök, olykor csalódások és veszteségek is. Nem csak a gyermekeket, hanem kollégákat is tanított, nevelt sok-sok éven át. Köszönet illeti azért, hogy az iskola történetében követendő értéket alkotott pedagógiai munkássága során. Az elbúcsúztatott személyében, nyugdíjba vonuló kolléga személyében egy értékes emberi kapcsolatunk változik meg. Remélhetőleg nem szűnik meg, csak átalakul. Úgyhogy kell egy kis idő, mire helyére kerülnek ezek az érzések, és kialakítunk egy olyan kapcsolati rendszert, ami már nem mindennapos lesz, de mégis tovább élnek azok a kapcsok, összekötések, érzelmi kapcsolódások, amik eddig elkísértek bennünket az utunkon. Most hova merre? Nem is tudom én. Nem mindegy, hogy merre megy a kis legény. Kék harangvirághoz erdő közepén, valahova, nem tudom én. Kollégái mellett számos egykori tanítványa is fontosnak tartotta, hogy elköszönjön a 40 éven át a diákok szolgálatában álló pedagógustól. Többen költeményekkel és a spontán alakult tanári kórus dalokkal kedveskedett. A rendezvényen egykori diákként feltűnt Kati néni lánya is, aki hosszú utat tett meg azért, hogy ezen a fontos napon édesanyja mellett legyen. Kézműves játszóházba várta a gyermekeket és szüleiket a Máltai Szeretett Szolgálat várpalotai csoportja. Kreatív játszóházat a tavaly májusban tartott vadásznap keretében rendeztek először. A sikeren felbuzdulva azóta is néhány havonta szerveznek a gyermekeknek programokat. Legutóbb múlt szombaton a polgárőrség helyiségében készültek a különböző díszek és játékok. A szülők a gyermekekkel együtt készítik el a különböző játékokat, virágot, madarat, de még társas játékot is. Ezeket haza lehet vinni, de a következő játszóház alkalmával is fel lehet használni őket.
Az ötleteket és az alapanyagokat azokban általában saját pénzből vásároljuk, ugye úgy hozzuk össze, megbeszéljük, hogy milyen feladatokkal vagy milyen kézműves tevékenységekkel várjuk. Kapunk is szponzoroktól ajándékba, anyagi hozzájárulást a várpalotai önkormányzat szokott nekünk biztosítani, egy bizonyos keretösszegünk van, amire pályázunk, és azt használjuk fel időről időre. A máltai szeretetszolgálat az ilyen események alkalmával szívesen fogad felajánlásokat. Ezek mindegyikét rászorulóknak adják. A szeretetszolgálat játszóházának az önkormányzat mellett magánszemélyek is rendszeresen adományoznak. Egy-egy ilyen alkalmon a játékok, ruhák vagy akár a televízió is egyaránt gazdára talál. Az egyik helyi ABC ajándékcsomaggal kedveskedik rendszeresen. Az üzlet főként tartós élelmiszerrel támogatja a rászorulókat. Azt vesszük észre, hogy egyre többen jönnek, egyre többen kérdezik, Facebookon elérhetőek vagyunk, utcán megállítanak minket, hogy mikor lesz, hogy lesz, szervezünk nagyon sok mindent, játszóházat, kirándulásokat a gyerekeknek, a szülőknek, és itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy segítenek, támogatnak minket, és a különböző magánszemélyeknek, és lehet csatlakozni, szívesen várunk önkénteseket, tagokat. A tervek szerint a nyári szünidő alatt minden hónapban lesz játszóház. Az eseményekről a polgárőrség irodájában, Facebookon vagy akár telefonon is lehet érdeklődni. A programok között szerepel állatkert látogatás és különböző rendezvényeken való részvétel is. Tíz pontból álló törvénymódosító javaslattal szeretné az LMP segíteni az egyszülős családokat. A párt szerint a családpolitikának az a feladata, hogy olyan feltételeket biztosítson a gyermekvállaláshoz, amelyek nem teszik lehetővé az elszegényedést. A részletekről Ábrahám Júlia, az LMP országos elnökségi tagja, és Ihász Attila, a párt Veszprém megyei elnöke beszélt a várpalotai dísztéren tartott sajtótájékoztatón. Ma Magyarországon körülbelül 350 ezer olyan család él, ahol egy szülő neveli csak a gyermekét. Az LMP úgy látja, a kormány család politikája cserben hagyta ezt a társadalmi réteget. Mindezt Ábrahám Júlia, a pártországos elnökségének tagja jelentette ki a témában tartott várpalotai sajtótájékoztatón. Számukra azok a teljes értékű családok, ahol két jól kereső apa és anya neveli általában a három gyermekét, ők minden támogatást megkapnak, és az egyszülősök pedig nem férve bele ebbe az ideális családmodellbe, kiesnek a támogatási rendszerből, és nem preferálja őket a kormány. Ezért úgy gondoltuk, ma már minden ötödik család egyébként egyszülős, ami sajnálatos módon így van, de hogy ez a valóság, és a családpolitikának alkalmazkodnia kell a valósághoz. A párt törvénymódosító csomagjában szerepel egyebek mellett a családi pótlék differenciált emelése, különböző családi, illetve a munkavállalást segítő kedvezmények, de a szociális bérlakáshoz való jutásnál is előnyt élveznének az egyszülős családok. 62% a szegénységben él ezeknek az embereknek, tehát ott van a szociális lakás bérlés lehetősége, mint kérdéskör, ahol például szintén előnyt lehetne, hogy élvezzenek ezek az emberek, ezek a családok, mert hát látjuk azt, hogy aki politikus rokona vagy ismerőse, ez elmúlt 25 évben, ez úgy gondolom általánosságban igaz volt, az nagyon könnyen jut lakáshoz, ellentétben ahhoz, akinek igazán szüksége lenne erre. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha az egyszülős családok itt természetesen egy előnyt élveznének, és könnyen juthatnának lakáshoz, szociális lakáshoz. Ihász Attila elmondta, az LMP javaslata szerint a családi pótlék alapösszegét 30, míg az egyedülálló szülőknek utalt támogatást 45%-kal emelnék meg, valamint a nagycsaládosoknak járó kedvezményeket kiterjesztenék az egyszülős családokra is. A munkaidőhöz igazítanák a bölcsődei nyitvatartást, ténylegesen választhatóvá tennék a rugalmas munkavégzési formákat, valamint támogatnák a babysitter szolgáltatást is. Az egyedülálló szülők foglalkoztatását munkáltatói kedvezményekkel segítenék, és minden megyében létrehoznának egyszülős központokat is, ahol jogi tanácsokat kaphatnának az érintettek, valamint egymásnak is segíteni tudnának.
November 1-től dr. Merényi Adrián látja el a Várpalotai Egyes Számú Házi Gyermekorvosi Körzetházi Orvosi feladatait. Pályázati pénzből elektromos töltőállomások létesülnek a város két pontján, illetve megérkezett az a mintegy 1 milliárd 600 millió forint is, ami egy jelentős része annak a korábban a városfejlesztésre elnyert összegnek, melyből számos beruházás valósul meg hamarosan Várpalotán. Egyebek mellett ezek a témák is napirenden voltak a képviselőtestület június havi ülésén. A tanácskozásról készült összefoglaló következik. Megérkezett Várpalotára az a mintegy 1 milliárd 600 millió forint állami támogatás, ami egy része annak a jelentős pénzösszegnek, melyből elkezdődhetnek a város fejlesztését célzó pályázatok kivitelezési munkálatai. A június havi képviselőtestületi ülés első napirendjében ezt az összeget kellett beemelni a város 2017-es büdzséjébe. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Campanari Talabér Márta polgármester elmondta, sajnálja, hogy a baloldali képviselők a költségvetés módosítását nem szavazták meg. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szomorú üzenet a várpalotaiak felé, hogy a baloldali képviselőknek ezek az összegek és azok az elnyert pályázatok, amiket a város megnyert az elmúlt időszakban, nem fontosak. Az ülésen a képviselők teljes egyetértésben fogadták el a Várpalotai Egyes Számú Házi Gyermekorvosi Körzet házi orvosi feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot. A döntés értelmében november 1-től dr. Merényi Adrián kezdi meg a rendelést a körzetben. Nagyon nagy örömömre szolgált, amikor májusban megkeresett dr. Merényi Adrián, aki a Veszprémi Csolnoki Ferenc megyei kórházban dolgozik gyermekorvosként, hogy őt érdekelni a Tési Dombi gyermekorvosi praxis, és megnézte a helyszínt, beszélgetett a kollégáimmal, beszélgetett velem, és nagy örömünkre meghozta azt a döntést, hogy akkor hosszú távon Várpalotán szeretné ezt a munkát, a gyermekorvosi munkát végezni, úgyhogy november 1-től új gyermekorvosa lesz a Tési Dombi körzetnek dr. Merényi Adrián személyében. Remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére. A személyi feltételek biztosításának akadályozottsága miatt közös megegyezéssel felbontotta az önkormányzat az Apkorovics és Mohai Fogászat és Szájsebészeti Szolgáltató Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést. Erről is egyhangulag döntöttek a képviselők. Az ötös számú inotai fogászati körzet betegeit tartós helyettesítéssel szeptember 1-től dr. Szabó Erika fogorvos látja majd el. Különösen az inotaiakat érintette rosszul, hogy több alkalommal nem tudták igénybe venni a fogorvosi ellátást, mert hogy a meghirdetett rendelési időben nem volt senki sem a rendelőben, aki ellátta volna őket. Ezért kollégáim többször ellenőrizték a rendelést, ha jól tudom, akkor az ANTS is megtette ugyanezt, és most arra kialakult egy olyan helyzet, hogy közös megegyezéssel megszüntettük a korábban elméletben az ellátást végző praxissal a szerződést. Szeptember 1-től egy új doktornő fogja ellátni az itteni betegeket, és bízunk benne, hogy idővel fogunk tudni végleges megoldást is találni erre a praxisra, de most a lényeg az, hogy az ötös számú, főként inotát érintő praxis betegei is ellátáshoz jussanak. Reméljük, hogy ez így is lesz szeptember 1-től. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Humán Erőforrás Bizottság tárgyalta. Mindkét testület egyhangulag fogadta el a javaslatot. Ez egy nagyon akut probléma volt ebben a körzetben, és nem csak a körzetben élőket sújtotta, hanem azokat is, akik más körzetben voltak, hiszen az ő orvosaiknak kellett ellátni ezeket a feladatokat. Sajnos a korábbi döntés felül kellett bírálni, úgy tűnik, hogy nem sikerült akkor egy jó megállapodásra jutni. A tanácskozáson élénk vitát váltott ki az elektromos töltőállomás Várpalotán elnevezésű projekt tárgyalása. A város 2016. októberében nyújtott be pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Jedlikányos terv elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére címmel megjelent felhívásra.
A mintegy 7 milliós összértékű pályázat elbírálása után Várpalota közel 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. A projekt révén két darab 22 kW teljesítményű töltőállomás épülhet meg a városban. Egyik a Gágyula városi sportcsarnok mellett, a másik pedig a Mártírok útján kialakított parkolóban. Utóbbi helyszínével a baloldali ellenzék nem értett egyet. Szerintük a parkoló zsúfoltsága miatt nem szerencsés az állomást ott felépíteni. A vitában az MSZP képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a parkolónak csak egy bejárata van, és ez a forgalmasabb időszakokban gyakran szül balesetveszélyes közlekedési helyzeteket. Falusi Sándor az új töltőállomást a Tésidomi trafóház környékén tudná inkább elképzelni. Úgy láttam, hogy nem is észérvekkel, mert azt nem tudtak felhozni, hanem csak azért, mert hogy az ellenzék mást mond, ezért aztán maradt ez a döntés, többségileg a Fidesz megszavazta. Én mondom, kifejezetten rossz döntésnek tartom, hiszen ha már nem csak pályázati és nem csak Európai Uniós pénzt, hanem saját forrást is hozzáteszünk, akkor a jövőre nézve tényleg olyan helyszínt kell választani, ami akkor is jó lesz, amikor már tényleg nagyobb forgalom lesz, amikor sok ilyen autó lesz majd a városban. Deák Istváni elmondta, a demokratikus koalíció támogat minden olyan kezdeményezést, ami a környezeti terhelést csökkenti. Azonban az elektromos töltőállomás Mártírok úti helyszínével kapcsolatban ők sem értenek egyet. Nagyon szűk a lehetőség a parkolók elfoglalására, állandóan telített, és ha ebből még elveszünk egy nagy területet, akkor gyakorlatilag ez a probléma tovább kulminálódik. Ráadásul a beparkolás és a kiparkolásnak is egy olyan technikai lehetősége van csak, ami sokszor baleset veszélyes körülményeket alakít ki, tehát ez csak tovább fokozódik. Nem beszélve arról, hogy én felvetettem azt is, hogy ott nevelési intézmény van, tehát közelben egy óvoda is működik, és amikor ilyen töltőállomásokról beszélünk, akkor azért azt is figyelembe kell venni, hogy milyen környezetbe telepítjük azt le, okozhat-e ott bármilyen veszélyhelyzetet. Campanári Talabér Márta a vitában hangsúlyozta, az önkormányzat jól döntött, amikor a pályázatban kijelölte a helyszíneket. A választásnál az elérhetőség mellett fontos szempont volt az is, hogy trafó közelében legyenek a töltőállomások. A Mártírok útjánál pedig ez adott, mondta. A városvezető kifejtette, az elektromos autók fokozatos elterjedésével nőni fog az ilyen típusú töltőállomások száma is. A polgármester szerint idővel a magánvállalkozóknak, illetve a cégeknek is megéri majd, hogy ilyen töltőállomásokat telepítsenek. A pályázati forrásból most megvalósuló két elektromos töltőállomás az első kettő Várpalotán, melyek jó néhány évig megfelelő módon elégítik ki a szükségleteket, szögezte le az ülésen a város polgármestere. Hát ez számomra egy nehezen érthető vita volt, mert leginkább értetlenül néztem, hogy milyen felvetések érkeznek, hogy mondjuk miért nem jó a városközpontban létrehozni egy ilyen töltőállomást. Azt gondolom, hogy egy első lépést kellett, hogy megtegyünk. Erre most az önkormányzatnak volt lehetősége, mert az önkormányzatoknak kiírt pályázat volt. A döntésünk alapján a sportcsarnok mellett, illetve a Mártírok úti parkolóban lesznek ezek a töltőállomások kialakítva. Szerintem most a várpalotai igényeket ezzel ki is lehet elégíteni. A jövőben pedig ugye bízunk benne, hogy ezek az autók egyre jobban elterjednek, és egyre többen fognak ilyen autóval rendelkezni, hogy lesznek magánbefektetők, magánvállalkozások, akik ilyet létesítenek, és a városnak több pontján lehet majd az ilyen jellegű szolgáltatást igénybe venni. Úgyhogy én alapvetően örülök, és büszke is vagyok arra polgármesterként, hogy Várpalota egy sikeres pályázatot nyújtott be, és ezek létesülnek a városban, mert azt gondolom, hogy minden, ami előbbre visz bennünket, és előrelépés az itt élőknek, az jó. Várpalota is csatlakozik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. Erről is döntöttek a képviselők a június ülésen. A TÖOSZ az egyik legerősebb önkormányzati szövetség jelenleg ma Magyarországon, és én úgy gondolom, tehát a képviselőtestület is úgy gondolta nagy örömömre, hogy
csatlakozunk hozzájuk, mert így talán jobban fogunk tudni érdeket érvényesíteni. Az egyik fő ok az volt, hogy a TÖOSZ kidolgozott egy olyan javaslatot, amit egyébként az iparkamara is a magáévá tett, az iparűzési adó megosztása tekintetében, ami arról szól, hogy a vállalkozások, cégek nem pusztán a székhely után, hanem a munkavállalók lakhelye után megosztva fizetnék meg az iparűzési adót, ez pedig kifejezetten előnyös lenne Várpalota számára. Ez egy fontos indok, de ezen túl is egy ilyen szövetség tagjának, vagy szervezet tagjának lenni előnyt tud jelenteni, hiszen nagyon sok kapcsolatot lehet kialakítani, illetve a velünk azonos nagyságú településekkel összefogva jobban tudunk érdeket érvényesíteni. A tanácskozáson napirenden volt a Bakony-Karszt víz és csatornamű ZRT 2016 évi beszámolója is. Falusi Sándor, az MSZP képviselője, a jelentéssel kapcsolatban megjegyezte, szerinte a cég súlyos forráshiánnyal küszködik, ez pedig hosszú távon az ivó és a szennyvíz szolgáltatások akadozását okozhatja. Ezzel az úgynevezett rezsicsökkentéssel, ami nem más, mint az árak befagyasztása, és ami által a tényleges költségei a cégeknek nem térülnek meg, hogy lepusztul az infrastruktúra, már pedig most már ez több éve halmozódik, és én nagyon remélem, hogy ebben egy fordulat áll be, mert ha nem, akkor vagy az történik, hogy megtapasztalják itt Palotán és másutt is, milyen lesz az, ha egy hétig nem lesz ivóvíz, amikor már nagyon lepusztul a rendszer, vagy pedig egy következő önkormányzatnak, illetve egy következő alkalmasint más színezetű kormányzatnak azzal kell szembesülnie, hogy iszonyú pénzeket kell a rendszerbe tenni, visszatenni. A júniusi ülést megelőzően tárgyalta a Humán Erőforrás Bizottság a fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő, vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott kérelmeket. Az önkormányzat erre a célra összesen 4 millió forintot különített el. Ebből az összegből egy-egy pályázó fiatal házaspár maximum 600 ezer forint támogatásba részesülhet. Jelenleg 12 pályázó volt, mind a 12 pályázó jogosult volt a támogatásra, így különböző kategóriákat állapított meg a bizottság, függően attól, hogy hány gyerek van már esetleg a családban, mekkora a felvett hitel, mekkora a család egy főre jutó támogatása. Így a legalacsonyabb 200 ezer forintos támogatás, a legmagasabb 500 ezer forint, de így jutott mind a 12 pályázónak. A júniusi tanácskozáson zárt ülés keretében szavaztak a képviselők azokról a személyekről, akik szeptemberben a Várpalotai Napok programsorozat keretében átvehetik majd kitüntetéseiket a városért végzett munkájuk elismeréseként.